Igazából élet során nagyon sokszor kerültem különböző helyzetekbe, és kértem Istent, hogy segítsen. És egy idő múlva elkezdtem érezni, hogy adós vagyok neki, és ugyanakkor szeretnék meghálálni, és valahogy visszaadni, és megismertetni mindenkit, hogy Isten milyen csodálatos, hogy mindig segít, mindig gondoskodik, amit tapasztaltam. Ez az egyik. A másik, hogy nem tudtam sosem megnyugodni, mert képzeljétek el óvodás koromtól, hogy mi az élet értelme, hogy én azért megszülettem, hogy legyen család, ház, bolt, üzlet, bankszámla, és megöregszek, legyek beteg és meghalljak, hogy nem bírtam megérteni, hogy tényleg ilyen olcsó az élet, csak erről szól, hogy azért megszületek, hogy meghalljunk. És nem voltam elégedett, hogy tényleg ez az élet értelme. És egy idő múlva találkoztam a védikus írásokkal, ahol megmondták, hogy az embernek az élet értelme felépíteni, visszanyerni, visszaépíteni Istennel szeretetteljes kapcsolatot. És ez a kettő, egyik, hogy hálát adni Istennek, dicsőíteni az egész világon, és megosztani mindenkivel, hogy ő milyen csodálatos, és hogyan mindenkit szeret, és gondoskodik, és segít. És a másik, ami a fő dolog, az, hogy ez az élet értelme, hogy Isten szolgáljunk, és a szerzetes tud 21 órában ezt csinálni. És nagyon boldog voltam, mikor tudtam, hogy lehetek szerzetes.